amit mindenféleképpen rettentő fontos kiemelni ebben a videósozatban, az az, hogy legyen mellette életed, legyen mellette más hobbid, ne fordulj be magadba. Mert a veganizmus nem arról szól, hogy boldogtalanok vagyunk. Nem arról szól, hogy feláldozzuk önmagunkat. Nem arról szól, hogy lemondunk az élet örömeiről, hanem arról, hogy amennyire tehetjük, nem álltunk az állatoknak. És ennyi. Sziasztok! A mai videómban a kezdő vegánoknak szeretnék tanácsokat adni, ezúttal azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kezeljék helyén azokat a traumákat, amiket az esetleges információgyűjtés során szenvedtek, ugye amikor az állatok kizsákmányolásával, kínzásával és meggyilkolásával szembesültek. Az előző videómban beszéltem már erről, ugye a barátok kapcsán, hogy nekem a vegán barátaim mennyit segítettek ebben, és hogy mennyire felemelő egy olyan társaságban lenni, ahol nem lábújhegyen óvatoskodva kell ezekről beszélni, hanem kimondhatom a véleményem, helyén kezelhetem ezeket, és úgy fogalmazhatok, ahogy éppen az számomra érzelmileg helytálló. Tehát nem azt kell mondanom, hogy bántják az állatokat, hanem hogy brutálisan meggyilkolják, és nem akarnak ki a vegán barátaim, mert ők is egyetértenek. És ugye amikor erről beszéltem, akkor ugye említettem, hogy rengeteg vegán traumatizált, ugye amikor életmódot váltunk, utána nézünk, nagyon sokan egyébként brutális videók vagy filmek hatására váltanak ugye életmódot, és ez bizony nyomot hagy bennünk, ez egy nagyon komoly érzelmi teher, stressz, trauma, és ezzel kapcsolatosan egy nagyon jó és hasznos cikket belinkelek alulra, ez Dr. Melanie Joy, pszichológus egy előadásának a kivonata, aminek a lényege, hogy a legtöbb vegán traumatizált, és hogy ezt meg kell tanulnunk azért feldolgozni és helyén kezelni. És ehhez szeretnék pár tippet adni. Egyrészt, hogy ezt el kell mondanom, hogy nem vagyok pszichológus, nem vagyok szakember. Ha tényleg olyan brutális szintre megy ez az egész, akkor látogassatok el inkább szakemberhez, és szakember segít majd nektek megoldani ezt a problémát. De alapvetően azért ez nem annyira komoly szokott lenni, viszont éppen elég komoly ahhoz, hogy az elején azért kicsit megnehezíti az életünket, és azért rányomja a mindennapjainkra és a hangulatunkra a bélyegét ez az egész. Az első és legfontosabb tanácsom ezzel kapcsolatosan, hogy ne fordulj be, ne ez legyen az életed, és legyen az életedben más is, ami fontos. Ugye, amikor az ember vált, akkor nagyon sok mindenek utána kell azért olvasnia, utána néz dolgoknak, új termékekkel ismerkedik. Tehát azért tényleg az első pár hét, hogyha valaki nagyon alapos, az első pár hónap tényleg nagyobb figyelmet igényel, és tényleg többet koncentrálunk erre, és tényleg jobban foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és ezért érthető, hogy eléggé beszippant minket ez az egész. Viszont nagyon fontos, és ezt tényleg minden kezdő vegánnak tanácsolom, hogy ne vesszünk el a veganizmusba. Legyenek továbbra is más hobbiaink, legyenek továbbra is más számunkra érdekes dolgok a világban, legyenek olyan barátaink, akik nem vegánok, a vegán barátainkkal se csak erről beszélgessünk, stb. Tehát legyen mellette egy életünk, ami boldoggá tesz minket, amit igyekszünk minél kiegyensúlyozottabban vezetni, stb. Hogy legyen mihez visszanyúlni, visszavonulni, mert az állatoknak is az az érdeke, hogy ne rokkanj ebbe bele lelkileg, hanem fenntarthatóan és jól csináld ezt az egészet. Ha végignézitek a teljes videósorozatot, rengeteg hasznos info, jó tanács és hasznos gondolat elhangzott benne, szerintem, olyat remélem, de két dolog a legfontosabb ebből. Az egyiket ki is emeltem, hogy nem véletlenül hangoztatom több videóban is, az egyik az, hogy a vegánok sem tökéletesek. Mi is emberek vagyunk, mi is hibázunk. Sőt,
néha van, hogy nem jó terméket veszünk le a polcról, néha van olyan, hogy megváltoztatják egy-egy termék összetevőt, és már nem vegán, és mégis megettük. A vegánok között is vannak idióták, a vegánok között is vannak a közösségnek kevésbé építő elemei, és ezt nagyon fontos megjegyezni, nagyon fontos megtanulni, és szerintem, hogyha vegán leszel, ez egy nagyon fontos kulcsa annak, hogy az egészet helyén kezeld, ne csalódj a mozgalomba, ne csalódj az emberekbe, és hogy az egészet megpróbáld úgy helyén kezelni, hogy ne a saját veganizmusodat értékeld le, és ne hívd magad többé vegánnak, hanem helyén kezeld a többi embert, és a vegán aktivizmus, és a vegán mozgalom kevésbé építő tagjait úgy kezeld, ahogy őket kezelni kell. És a másik nagyon-nagyon fontos gondolat, amit mindenféleképpen rettentő fontos kiemelni ebben a videósorozatban, az az, hogy legyen mellette életed, legyen mellette más hobbid, ne fordulj be magadba. Mert a veganizmus nem arról szól, hogy boldogtalanok vagyunk, nem arról szól, hogy feláldozzuk önmagunkat, nem arról szól, hogy lemondunk az élet örömeiről, hanem arról, hogy amennyire tehetjük, nem álltunk az állatoknak. És ennyi. Mert a veganizmus nem arról szól, hogy boldogtalanok leszünk, önsanyargatásba kezdünk, önmarcangolásba kezdünk, és vádoljuk magunkat azért, amiért előtte nem vegánként éltünk, mert ettől nem lesz jobb sem az állatoknak, sem neked, ellenben a vegán mozgalmat és a te fejlődésedet, illetve a tényleges vegán életmód melletti elköteleződését rettentő módon hátráltatja és rettentő módon gátolja ez a fajta hozzáállás, és ez az egész, hogyha ez kialakul benned. Éppen ezért hangsúlyoztam az előző videómban, hogy keresd vegán barátokat, de emellett tényleg az első videómban nem véletlenül az ízek pótlásáról beszéltem, és nem a vitaminok pótlásáról, mert nem sokkal fontosabb, hogy az elején az ízeket add föl, hanem csak változtass, és maximum utána, hogyha szeretnél egészségesebben élni, akkor váltsál, de alapvetően, hogyha rögtön mindent cukrot, olajat, feldolgozott kajákat, és mellette a hús, tejet, tojást, mézet, meg minden egyebet elhagysz, akkor ez egy hatalmas teher, mert nem csak, hogy nem eszel olyan jókat, mint előtte, hanem még mást is el. Tehát, hogy az egész sokkal nagyobb teher. Úgy ezért mondtam, hogy egyél jókat, legyenek vegán barátaid, legyél boldog, éld az életet, kezeld helyén a hülyéket, kezeld helyén a károgó nem vegánokat. Mert az a lényeg, hogy jól érezd magad a bőrödben, mert hosszú távon így lesz fenntartható ez az egész, így lehetsz a vegán mozgalom hasznos tagja és építő tagja hosszú távon. És persze nagyon jól tudom, hogy erről sokkal könnyebb beszélni, mint megtenni, de higgyétek el, én is végigmentem ezen az úton, és én is eljutottam idáig, abból a pontból, hogy tényleg marcangoltam magam az elején, egészen odáig, hogy most már úgy vagyok vele, hogy nem kell minden aktivizmust csinálnom, nem kell kommentelnem mindenhol, nem kell utcára mennem mindenhol, nem kell mindenben, mindig, mindenhol részt vennem, csak azért, hogy a lelkiismeret fújdalásomat feloldjam. Most már ott tartok, hogy azt csinálom, ami számomra a legtesthez állóbb, azt az aktivizmus formát választom, ami számomra a legtesthez állóbb, és nem marcangolom magam, és ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy hagyom magamat jókat enni, vegán barátokkal lógni, és más hobbikkal is foglalkozom. És egyébként ez nagyon fontos, nem szabad belesavanyodni, nem szabad ebbe az egészbe belemélyülni, és tudom, hogy borzasztó ezekkel szembesülni, de meg kell tanulni ezeken túlépni, mert az állatoknak ettől nemhogy jobb nem lesz, nem kifejezetten rosszabb, mert szerintem nincs is jobb reklámtábla a veganizmusnak, mint egy boldog, életerős vegán, ellenben egy befacsarodott, besavanyodott, életunt ember nem feltétlenül jó reklámtábla a veganizmusnak, és így az állatok szempontjából se teszel nekik ezzel jót. Tehát neked se jó az állatoknak, se senkinek se, engedjük el, próbáljunk meg rajta túllépni. Úgyhogy lényegében szerintem ez egy rendkívül fontos része a vegánná válásnak, és nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzatok, hogy ezt megpróbáljátok a helyén kezelni,
és tényleg megpróbáljátok elengedni azt a fajta lelkiismeret furdalást, amit nagyon sokan éreztünk az elején, amikor vegán életmódra váltottunk, és szembesültünk a vegyes étrend, illetve a karnizmus és a faizmus áldozataival. Úgyhogy ez eléggé nehéz téma volt szerintem, és nem feltétlenül felemelő, de valahol mégis, mert tényleg a veganizmus nem az önsanyargatástól szól, nem az önkínzástól. Merjünk boldogok lenni, vidámak lenni, jókat enni, finomakat enni. Nem kell mindent rögtön elhagyni, de azért próbáljunk figyelni az egészségünkre, és tényleg éljük úgy az életünket, ahogy nekünk a legjobb, úgy, hogy közben nem álltunk az állatoknak. És ehhez nem kell besavanyodni, és nem kell szomorúnak lenni, és nem kell magunkat marcangolni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további szép napot kívánok, sziasztok!